9. fejezet. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a szent sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében volt a hétágú mécses tartó és az Istennek felajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentének nevezték. A második függöny mögött volt a szentek szentje. Ebben volt az aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg Áron botja, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblája. A láda fölött pedig a dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A szent sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat elvégezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, és ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy felajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja meg a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa a mikorunkra is vonatkozik. Azt jelenti, hogy az Istennek felajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek és italok, különböző mosakodások, meg egyéb külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, a lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amik még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatot, mint azok a régi papok. Jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjére. Csak egyszer ment be, de örökre bement. És ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamvát rászórták az emberekre. Így tették őket tisztává, de csak külsőleg. Krisztus vére azonban sokkal, sokkal többre képes. Megtisztítja a lelki ismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát Istennek, az örökkévaló Szent Szellem által. Krisztus új szövetséget kötött velünk, mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején követtek el. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják az örökkévaló örökséget, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem vér, vagyis halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Aztán vette a borjak és kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és izsópot, és ráfröcskölte a vért a törvény könyvére és az egész népre. Ezt mondta. Ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel fröcskölte be a szent sátrat és azokat a dolgokat, amiket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani. És a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsájtására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amik a mennyben vannak.
A Földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos, mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben jelenjen meg Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra meg újra feláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra meg újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor fel kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége felé közeledik, hogy önmagát feláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus feláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos. Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta fel magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.